avatási szertartás. 1783-ban tették meg az első balonrepülés hivatalosan, amit történelemkönyvvel följegyeztek, és a 16. Lajos ennek a tett nagysága előtt a bátor aeronautákat annak a földnek a rófjával vatta, amit ők átrepültek a indulástól a földetéréséhez, és ennek a grófjával avatt őket, és ezt a kis ceremóniát játszik el mindig. Hogy ti is egy nemesi címet fogtok kapni ezek után, így is balonos névvel együtt. Úgyhogy arra kérlek, hogy ereszkedjetek térre a régi ősök nagysága előtt. És történelmünk első balonos ősén sikeres leszállás után csodálatta adózva cselekedett nagysága előtt 16. Lajos francia király nemesi címet adományozott, és lehetővé tette, hogy balonjából körbe tekintve saját maga határozza meg jövendő birtokait a pilóta és az utasa is. Úgyhogy ennek a birtoknak a grófjává lesztek avatva, és ennek a három jeggyel, ami a repülés rendezvényt megörökíti, megjelölve titeket, az első a tűzjegye, mely bennünket a birtokban. Új, de jó lég! De kusz a szabos burakai, igen. Majd ezt mondom. Másik a földjegye, mely minket úszunk végén magához ölel. És a balonosok kedvenc itala, melyben egyben az új balonos nevetek keresztvize is lesz. Szóval most lehet lesz, hogy kocsolva. Jaj, nem látok. Na, veszed vagy öntsen még? Nem tölt. Nem tölt. Jaj, hazafelé a rendőrnek majd. Lehet kapni. Na, veszed? Az autóban terjengő. Lecsolom. Jó. Jó ez a fényképező, ezt tetszik. Locsold még. Nehéz lesz elmondani, hogy mit tudom. Pesgőszak. Átható pesgőszak. Föl lehet állni. Kedves családkár, hogy alkoholista. Várjatok már még. Szeretettel valonnal 650 méterre emelkedősi, és Puszta Szabolcs mellett leszállósi. Köszönöm szépen. Gratulálok. Köszönöm. Köszönöm a kapitánynak, igen. Zita, balon repülés után a kupolában hempergősi. Gratulálok. Köszönöm. Azt hiszem, fogunk javítani. Réka? De igen, de én mindegy. Nem baj, Antal Réka lett. Nagyon jó. És Tóth Kinga? Nem, akkor Kinga az kimaradt, azt majd át fogjuk javítani. Ezt kérem, az ő neve lett, csak akkor... Elírva? Azt majd kijavítjuk. Igen, azt majd kijavítom, mert neked más szántam. Tehát a 650 méterre emelkedési és Puszta Szabolcs mellett landolós. Köszönöm szépen. Réka? Házasság évfordulóján balonnal repülősi és félszállási hely felett 600 méteren keringősi. Még egyszer! Ezért csinálta. János, házasság évfordulóján balonnal repülősi, közben olasz bort iszogatva ünneplősi. Köszönöm szépen! Köszönöm, nagyon jól éreztem. Ez nagyon örülök. És hol van? Szép ez a kép is nagyon. Fordok a egészségetekre. Igen, te így járni, már nem tudunk ki, annyi bort vittünk, hogy... De én egy kosány, de nem, tényleg, én már érzettem. Igen, ez így. Kérünk csoportképet. Majd megcsinálták újból azt a ballont, amit egyszer megtaláltak. Igen. Ez nagyon szép. Úgy tudom, hogy itt a millenáris alkalmával Magyarországon is felemelték 1900-ban a kiállítása. Akkor nagyon stílusos. Na most mutassátok erre az okleveleiteket. Ó, azt sajtosztuk.
akkor oda visszavertem. Nagyszerű. Bocsánat, kiavítom.